Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Takács Anasztázia vagyok. Takács Jácint vagyok, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezető házaspárja. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem, hogy ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk itt mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt kereskedelemmel foglalkoztam családi vállalkozásunk keretében, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Itt Vas megyében, itt Kondorfán élek feleségemmel, Anasztáziával és két kisebb gyermekünkkel. Egyébként 6 gyermekünk van és 4 unokánk. A PPH előtt én korábban mérleképes könyvelőként könyvelőirodát működtettem, majd később természetgyógyászként segítettem az embereknek, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem a családi vállalkozásunkban. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezési csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret, továbbá a minden napokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretetkorszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklóst, mesterkócst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van egy gondolat, itt a... Nem tudom hátul látni ezt a kisebb betűst. Tehát a ma bizonytalan világában mindenkinek szüksége van egy szabadságot nyújtó, elég jövedelmet eredményező saját stabil üzletre. Megkérlek benneteket, hogy aki úgy gondolja, hogy van egy bizonytalan világunk, az emelje már fel a kezét. Ki gondolja úgy, hogy egy stabil, jól fejlődő olyan világunk van, ahol az emberek fejlődhetnek, egyre jobban gyarapodhatnak, azt tegye fel a kezét. Senki? Na most, hát akkor nézzük e körül a dolgokat, jó? Hogy mit lehet tenni egy olyan világban, ahol bizonytalanság van, és ha megnézitek mondjuk az első, vagy az utóbbi 4 évet, vagy 3-4 évet, akkor ugye azt látjátok, hogy a helyzet az nem javul, hanem romlik, nem? És akkor nézzük, hogy mit is tehetünk ezzel kapcsolatban. Tehát nézzük, első az a legfontosabb talán, hogy miért tesszük azt, amit csinálunk? Hát ha megnézed, az emberek úgy működnek, hogy minél eszesebb egy ember,
annál jobban boldogul az életben. Minél tudatlanabb egy ember, el lehetne mondani azt, hogy butul, mondjuk buta, minél butább, annál nehezebben boldogul az életben. Vagy ezt rosszul gondolod? Ki az, aki úgy gondolja, hogy ez tényleg így van? Minél eszesebb egy ember, akkor annál könnyebben boldogul. Az emelje már fel a közét. Köszönöm szépen. Na most tehát, ez egy általános dolog, de hogyha az embereket elbutítják, akkor nehezebben boldogulnak, nem? És volt-e elbutítás az elmúlt években? Nagy mérsű. Tehát mi az abszolút bizonyítéka az elbutításnak? Az abszolút bizonyítéka. Hát az abszolút bizonyítéka az, hogy mennyire tudták rávenni az embereket arra, hogy beoltassák magukat. Egy olyan betegséggel szemben, amiről igazából az összes beoltottnak nulla információja volt. És arról is nulla információja volt, hogy vajon mit oltottak belé. Tehát, ha az ember beengedi magába egy olyan dolgot, amiről semmit nem tud, hát az nehogy már azt mondja valaki, hogy hú, de eszes volt az illető. Meg hú, de okos, értelmes. Tehát gyakorlatilag, tehát nem akarok ezzel kapcsolatban senkit megbántani vagy megsérteni, hogy félre ne értse magát senki, vagy félre ne értsen senki, tehát... Mert ugye az ember úgy működik, hogy minél többet mondják azt, hogy mit csináljon, annál inkább azt fogja csinálni. És ugye kellően elég hosszú ideig mondták, hogy az emberek mit csináljanak, és az emberek pont azt csinálták. De az biztos, hogy minél eszesebb egy ember, annál könnyebben boldogul az életében, minél butább egy ember, annál nehezebben boldogul az életében. Tehát van egy általános elbutulás, mert csinálnak egy általános elbutítást a világunkban, és ez ugye az elmúlt években teljesen láthatóvá vált. Az elbutítás következménye a helytelen cselekvés, aminek a következménye a rosszabb élet. Minél nagyobb az elbutulás, annál rosszabb az élet. Tehát ez az egyénre vonatkozik. Tehát, hogyha az egyének elbutulnak, akkor rosszabbodik az életük. Ha sok-sok egyén elbutul, akkor sok-sok egyénnek rosszabbodik az élete, és ezáltal a társadalomnak rosszabbodik az élete. Elég világos vagyok? Tehát eszesebbnek kellene lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az ember élete. Tehát minél eszesebb egy ember, annál jobban boldogul az életében. De hát ezt meg kellene érteni, hogy minél eszesebb egy ember, annál jobban boldogul az életében. Mi eszesebbé tesszük az embereket. Ezzel foglalkozunk. Szó szerint eszesebbé tesszük őket. Ha jó emberek nem, ez egy következő dolog. Ez megint egy, tehát minél, ez egy szabály, hogy minél butább egy ember, annál nehezebben boldogul az életében. De az is egy szabály, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a földön. Ez is egy szabály. Tehát minden így működik, nézz körül a saját életedben. Ha nem gondozod, nem ápolod, nem foglalkozol vele, minden tönkre megy. Oké? Az élet is így működik. Ha nem fejlesztjük, nem javítjuk, nem teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen, akkor csak rosszabb világunk lehet. Tehát mitől lenne más az élet, mint amúgy minden napokban bármi?
amit nem gondozol, nem foglalkozol vele, nem ápolsz, az tönkre megy. És ez nem csak a tárgyakra igaz, mindenre igaz. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, még rosszabb világunk lesz. Tehát te egy rosszabb világba akarsz élni? Egy rosszabb és rosszabb világba akarsz élni? Akkor te nem vagy normális. Erre azt tudom mondani. Egy normális ember az egy jobb világban akar élni, nem? Nem egy rosszabb világban. Tehát továbbra sem tesznek az emberek semmit, akkor még rosszabb világunk lesz. Ha te jó embernek tartod magad, neked is aktívan kellene tenned azért, hogy legyen egy jobb világunk. Logikus ez? De az emberek mit tegyenek, ha nem tudják, hogy mivel lehet egy jobb világért tenni? Hát az imént mondtam, eszesebbnek kell lenni. Ha eszesebbek lennének az emberek, akkor lenne egy jobb világunk. Ha sok-sok egyén eszesebb lenne, minél eszesebbek lennének az emberek, annál jobb világunk lenne. Világos ez? De okosítják az embereket? Hát elbutítás van, nem okosítás, nem eszesítés. Bár sokan azt gondolják, hogy az okosítás az, hogy tanulsz egy szakmát. Jó, lehet, hogy abban a szakmában elboldogulsz, de akkor annak én nagyon örülnék, meg szerintem te is, hogyha nem szolgaként üzemelnél abban a tevékenységben. Mert most azért tanítják elsősorban a szakmákat, hogy te abban a szakmában szolga legyél. Nem vállalkozó, hanem szolga. Gondold végig a háború, második világháború előtt. Magyarország lakosságának a 80%-a az mai értelembe vett vállalkozó volt. A 80%-a. Most a 80%-a az szolga. Minden alkalmazott az szolga. Oké? Okay? Tehát ha te nem szolga akarsz lenni, akkor vállalkozónak kéne lenned. De nem kényszervállalkozónak, hanem tényleges vállalkozónak. Persze a vállalkozásnak is van három területe, mert lehetsz te mondjuk olyan vállalkozó, aki mondjuk lehet négy terület is, lehetsz olyan vállalkozó, amelyik de csak három, bocsánat, három, mert a negyedik az alkalmazott. Tehát a vállalkozásban is van három terület. Van az egyéni vállalkozó, van a társas vállalkozó, tehát a cégek, cégben vállalkozó, meg van a befektető. Tehát akik befektetésekben vállalkoznak. Mert annyi pénzük van, hogy befektetnek, és abban vállalkoznak. Jó? Tehát ez a három vállalkozási forma létezik. De nézzük meg, hogy mit is csinálunk, jó? Tehát vissza egy picit, nem tudom, világos ez, azt csináljuk, hogy eszesebbé tegyük az embereket. Ha az embereket eszesebbé tesszük, akkor a társadalmat is eszesebbé tesszük. Oké? Okay? Tehát ezt csináljuk. Na most, de akkor nézzük meg, hogy vajon, hogy eszesebb legyen egy ember, itt van mondjuk Magyarország, vagy itt van Európa, vagy itt van a bolygó. Vajon hány embernek kellene ezen itt Magyarországon eszesebbnek lenni? Hát ha mondjuk azt mondjuk, hogy vagyunk 9,5 millióan, még nem jött le a hivatalos adat, vagy már lejött, ki látott arról, hogy volt egy népszámlálásunk nemrég, hogy mennyien vagyunk. Még semmilyen adatot nem tudunk róla, pedig már ez alatt rég kellett. Gondold végig, egy választást megcsinálnak, az pár óra múlva megvan az adat. Hát mivel különbözik ez? Hát ez is egy számlálás, érted? Jó, egy kicsit több. Mert többen
több embert számlálnak meg, mint amennyit szavazott. De hát akkor is, mit tudom én, pár, mondjuk egy hét alatt meg kellett volna lenni a végeredményenek, hogy mennyien vagyunk, nem? De nem, mondjuk legyünk 9,5 millióan. Tehát szerinted ebből a 9,5 millióból hány embernek kellene erszesebbnek lenni? Hm? Hát 9,5 milliónak, nem? Na most akkor nézzük ezt üzleti szempontból. 9,5 millió magyarországi lakos, elég nagy potenciális ügyfélkör. Úgyhogy senki nem foglalkozik rajtunk kívül azzal, hogy az embereket eszesebbé tegyék. Senki. Basszus kucat, tudsz jobb üzletet? Mondjad. A világon van 8 milliárd ember. Vajon a 8 milliárd emberből hány embernek kellene eszesebbnek lenni? 8 milliárdnak. Meg tudsz még olyan üzletet mondani, amiben 8 milliárd a potenciális ügyfél? Nem. Akkor kérdezem én, mivel az üzletek attól függnek, hogy milyen jók, majd beszélek erről is egy pár gondolatot, de abban benne van, hogy mekkora az ügyfélkör, a várható ügyfélkör. Hát ennél nagyobb ügyfélkört a bolygón nem fogsz találni. De ha te alkalmazott akarsz lenni az életedben, nyugodtan legyél. Hát kit érdekel, hogy te alkalmazott akarsz lenni? Max téged. Oké? Okay? Szóval, nézzük meg akkor, hogy mit is csinálunk. Mi PPH-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Tehát ugye megbeszéltük az imént, hogy ha nem teszünk semmit mi jó emberek azért, hogy jobb világunk legyen, akkor egyfajta fokozatosan rosszabb világban fogunk élni. Most gondold végig, ha te rosszabb világban élsz, a gyerekeid még rosszabb világban fognak élni, az unokáid még rosszabb világban fognak élni, király, ne tegyél semmit, tök szar életünk lesz. Oké? Nézzük tovább. Mi PPH-sok hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. Erről már beszéltem. A PPH üzlettel juttatjuk el az emberekhez az ember és életjobbító kulcsképzéseinket. Oké? Okay? De ez a PPH üzlet, ez azt jelenti, hogy mindenkinek lehet saját PPH üzlete. Tehát saját. Most az, hogy egyéni vállalkozóként fogod csinálni, vagy majd cégként fogod csinálni, az már részletkérdés. Rendszeresen vannak egyedülálló fejlesztő képzéseink. Azért, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ elérésért. Ez a rendszeresről még fogok beszélni, hogy milyen rendszeresen, jó? Ezáltal az emberek hozzájutnak az eltitkolt tudásokhoz. Tudod, miért titkolják el a tudást? Hogy hűljünk, ne eszesedjünk, hanem butuljunk. A történelemben vannak olyan tények, amikor gondoskodtak arról, hogy az emberek ne jussanak hozzá azokhoz a tudásokhoz, ami által eszesebbé válnának. Például ilyen történelmi tény volt, mikor felgyújtották a alexandriai könyvtárat. Így van, bizonyám. Vagy például, mikor Hitlerék könyveket égettek. Satöbbi, satöbbi. Elég tudást adunk az ember és az élet működéséről. Tudod, mennyi tudásunk van jelenleg? 9 évnyi. 9 évnyi tudás. Van olyan egyetem, ami 9 éves? Nincs. Van olyan főiskola, ami 9 éves? Nincs. Akkor ki nyer? Mi? Kész, ennyi. Jó? Így a képzések, vagy így képesekké válnak az emberek, az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellemi és lelki fejlődésre.
Nézzük tovább, hogy mit is csinálunk, mert még ez annak a része. Hozzásegítjük a tanuló partnereinket a szeretethez, az egészséghez, az elismeréshez, a szabadsághoz és az elég pénzhez. Ennyit jelent az eszesség. Ez a következménye. Egy eszes ember az képes szeretetet működtetni, képes egészségesen élni, képes elismerést létrehozni, és illetve elismerést kapni, képes szabadon élni. És képes arra, hogy legyen elég pénze. Az elég pénz az relatív. Van, akinek az elég az több, van, akinek az elég az kevesebb. Ezek következtében az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re, mint elhangzott a házigazdáinktól, szeretett korszak legyen. Azaz az aranykor legyen. A tanulóink lehetőséget kapnak üzletépítésre. Tehát csak a tanulóink kapnak lehetőséget az üzletépítésre. Ha ajánlják a Nyílt Akadémiánál, tehát a nálunk tanulást. Kinek ajánlják? Ismerősöknek, idegeneknek. 8 milliárd embernek lehet ajánlani. Van nekünk egy részvénytársaságunk, mint a legelején láttátok. Az a kiinduló pont. A World Trade ZRT által felkínált kiváló és egyedülálló PPH láncépítő üzlettel szabaddá válhatsz, azaz oda mehetsz, hova akarsz, akkor, amikor akarsz, azzal, akivel akarsz, és addig maradhatsz, ameddig akarsz. Mit jelent ez a láncépítő üzlet? Ez azt jelenti, hogy a tanulók, amikor becsatlakoznak a szervezetünkbe, akkor időrendi sorrendben egymás alá csatlakoznak. Teljesen mindegy, hogy csatlakoztak. És minden tanulónak van ajánlója mindenkinek. Ezáltal még több is van, majd beszélek róla. Tehát van ajánlója. És az azt jelenti, hogy tehát időrendi sorrendben minden tanuló egymás alá csatlakozik, mindegy, hogy láncszem, amit föntlől lógatsz lefele. Jó? Ezért láncépítő. Akik hoznak tanulókat, ugyanúgy időrendi sorrendben a lánc aljára kerül az ő tanulója. Jó? Tehát, ha máshol más ember hoz egy embert, akkor a számítógép megnézi, hogy ki hozta előbb, mert abban a pillanatban, amint ugye az idő, tehát a regisztráció megtörtént, abban a pillanatban a láncba bekerül az illető, illetve a lánc legaljára kerül. Tehát ezt jelenti a láncépítő. Jelenleg ebben a láncban 50 ezer ember van. Oké? Maradjunk ennyiben. Kaptál egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudásod gyarapítására, a szellemi és a lelki fejlődésedre, a boldog életedre. Miért utolsó esély? Mert a bolygón nincs más. Miért egyetlen esély? Mert a bolygón nincs más, aki azzal foglalkozik, olyan szervezet nincs más, amelyik azzal foglalkozik, hogy eszessé tegye az embereket. Nincs több. Mi vagyunk az egyetlen. Jó? Ezért hozzáfűzném, hogy mi nép bevállaltunk egy olyat még a történelem során több ezer évvel ezelőtt, hogy innen eljuttatunk az emberiség számára egy magasabb rendű tudást, amit nem váltottunk be. És akkor most be lehet ezt váltani. Mint nép. Jó?
Nézzük tovább. Hol lesz eleszesed? Nézzük meg. Önmagaddal kapcsolatban eszesebb leszel, és sokkal jobban fogsz bánni magaddal. A pároddal megtanulsz sokkal jobban bánni. Megtanulsz a szüleiddel sokkal jobban bánni. A gyerekeddel, a másokkal, a munkáddal, tehát más emberekkel, a munkáddal, a pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, és az Isteneddel, vagy Teremtőddel. Tehát itt van 10 terület, jó? A lelki fejlődés pedig azt jelenti, hogy annak van 7 szintje. Ha megnézed, ezek közül magadat be tudod sorolni. Tehát valószínűleg az 1-es vagy 2-es szinten vagy. Ez azt jelenti, hogy túlélés egy nagyon fontos dolog a te életedben, vagy a biztonság, hogy biztonságban érezd magad, az egy nagyon fontos a te életedben. De azt, mint látod, a lelki szintnek egy igen alacsony szintje. A lelki fejlettségnek egy igen alacsony szintje. A lelki fejlettség és a lelki fejlődés az ott kezdődik, hogy a 3-as szinten, tehát hogy az ember valahova tartozik egy közösségbe. A családod az nem jelent valahova tartozást, maradjunk ennyibe, jó? Tehát valamilyen közösségbe tartozás jelenti a valahova tartozást. Annál egy magasabb lelki szint, ha már a közösségen belül az ember foglalkozik azzal, hogy elismerést adjon mások számára. Ez egy magasabb lelki szint. Ennél még magasabb lelki szint, ha az ember már, amit tud, tanítja abban a közösségben. Oké? Ez az önmegvalósítás szintje. Ennél még egy ugrással magasabb szint, a küldetés szint, amikor az ember tudja, tehát ezt csinálja ezeket, a 3-as, 4-est, 5-öst csinálja, és azon felül azt is tudja, hogy miért van itt a bolygón. Oké? Miért van itt a bolygón? És azon felül nem elég, hogy miért van itt a bolygón, ha az ember tudja, hogy miért van itt a bolygón, akkor etikusan éli az életét. Etikusan. Jó? Az etikusságban benne van az is, hogy amit neki meg kell tennie, azt megtesz és nem mulaszt. Oké? Ma a Földön a legnagyobb ártót tett, a legtöbb ember ártót tette, a legnagyobb ártót tette, nem az, hogy embereknek árt, nem. Hanem elmulaszt megtenni olyan dolgokat, amit neki meg kellene tennie. Például olyat, hogy nem tesz semmit azért, hogy legyen egy jobb világ. Pedig lenne rá lehetőség. Nézzük tovább. A beteljesülés szintje az egy még magasabb szint, de amit láttad, itt a szeretett korban 6. lelki szinten lehet bejutni. Tehát a szeretett korban nem juthat be csak akkor egy ember, hogyha teljesíti a 6. lelki szint követelményeit. A 7. lelki szint pedig a beteljesülés, amiért az ember ide született a Földre, ez a 7. lelki szint, hogy visszakerülhessen abba a világba, honnan jött. Mint lélek. Oké, nem mint test. Mint lélek, mert a lelkünk az halhatatlan. De ha neked jobban tetszik, hogy neked a lelked halandó, felőlem, azt gondolsz, amit akarsz. Jó? A 6. lelki szintre juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. A 7. lelki szintre az juthat fel, aki képes a feltétel nélküli együttműködésre. Oké? És
Ezek nélkül, a 3-as, 4-es, 5-ös gyakorlása nélkül az ember soha nem fog se 6. lelki szintre, se 7. lelki szintre kerülni. Jó? Havi 30 órás képzésünk van, hetente 2-szer, szerdán és vasárnap. Mindig szerda időpont 18-ai kezdés, mindig a vasárnapi időpont az 16:30 kezdés délután. Igénybe lehet venni a képzéseket személyesen a helyszínen, igénybe lehet venni élőben az interneten keresztül, tehát online, és igénybe lehet venni felvételről. A képzéseket élőben igénybe lehet venni, és felvételről is igénybe lehet venni. Videón, és igénybe lehet venni hangfelvételből, vagy hang élőadásban. Tehát rádión. Mennyi a képzésünk értéke? A képzésünk coach képzése. A coach képzés, a coach egy szakma. Egy szakma. Tehát egy ember és életjobbító szakma, ahol az ember képes arra, hogy egy másik szeméből kihozza a legjobbat és a legtöbbet. Tehát ha valaki képes arra, hogy másból kihozza a legjobbat és legtöbbet, akkor már talán magából is hátra képes. És az értéke, havi értéke a coachképzéseinknek, piaci értéke, hát ha megnézed, mennyiért képezik a coachokat, körülbelül 7-8-10 000 forintért óránként. Jó? Tehát 200 000 forint a piac értéke. A havi piac értéke. Amennyiben most kezded el a coachképzésedet, nem véletlenül most találkoztál velem, illetve velünk, mint PPH-val. PPH azt jelenti, mint az elején láttad, hogy és az elhangzott Problem Prevention Holding, tehát holdingszerűen működünk, amiben cégek, vállalkozások, magánszemélyek vannak. Ha most kezded el, akkor következő lehetőséget kapsz. Akciósan vehetsz részt a képzéseinkben. Egy nagyon kedvező első havi tandíjjal, ez 19 700 forint. És a második hónaptól pedig 12 500 forintot kalkuláltunk ki neked, és onnantól kezdve a második hónaptól 12 500 forint a tandíjad. Nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt tanulni, vagy sem, hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot. És csak velünk tudod ezt megtenni. Mert senki más közösség nem csinál ilyet. Ma a bolygón. Oké? Tehát nem az a kérdés, hogy te akarsz-e tanulni, vagy nem, hanem akarsz élni egy egyre szarabb világban, ahol előbb-utóbb feldobod a talpadat, vagy hozzunk létre egy jobb világot. Ez a kérdés. Közösen. Oké? Nem az, hogy te mit akarsz tanulni, vagy sem. Hát nyilván, ha létre akarsz hozni egy jobb világot, úgy is fogsz tanulni. Bárhol a világon, milyen egy igazán jó üzlet? Itt van 20 pont. Nem tudom, mennyire látszik, főleg hátul. Semennyire. Majd nagyobbra fogom ezt csinálni, és akkor jobban látszik. Tehát gyorsan, akkor felolvasom, jó? Még nekem is kicsit. Azt mondja, hogy minél alacsonyabbak legyenek az induló és működtetési költségek. Ez az egyes. Kettes. A kezdeteknél még ne kelljen vállalkozást lütni rá. A jövedelemnek ne legyen felső határa.
a négyes legyen, passzív jövedelem, tehát az ember, amiért megdolgozott, rendszeresen jöjjön érte jövedelem. Tehát rendszeresen. Az ötös szabadságot adó jövedelem legyen, tehát az azt jelenti, hogy a tulajdonod legyen, és ne kelljen állandóan dolgozni érte, hogy legyen jövedelmed. Nézzük a hatost. Elég sok vevő legyen, hát a 8 milliárd elég, nem? Aki megveszi a terméket vagy a szolgáltatást. Tehát aki nem fog fejlődni a jövőben, arról gondoskodnak, hogy rossz élete legyen, és emiatt hamar feldobja a talpát. Jó? Csak egy dolgot mondok, sorban ülnek a magánkórházak, oké? És ha beteg leszel, az egészségügyben azt mondják, hogy gyere vissza 6 hónap múlva, mert akkor adunk időpontot. Oké? Tehát vajon 6 hónap alatt hányan fognak meghalni? Mert nem látják el őket. Mert mondjuk a magánegészségügyre nincs pénzük. Jó? Csak úgy példaként mondom. Na nézzük tovább. Tisztességes vállalkozás legyen, amely nem az emberek kizsákmányolására, hanem a és átverésére épül. Nyolcas, amennyiben a vállalkozás fejlődése elakad, akkor a tulajdonos kaphasson segítséget a tovább lépéshez. Kilences, az üzlet kidolgozott, másolható rendszerű, és ezáltal azonnal elkezdhető legyen. Tízes, kötetlen munkával bárhonnan végezhető legyen. 11. Kockázatmentes üzlet legyen. Konkurenciamentes üzlet legyen. Gazdasági helyzet negatívan ne hasson rá. Mi a Covid alatt nőttünk a legtöbbet. Életünk során. Mióta működünk cégként? 93 óta. Oké? És azóta a Covid alatt nőttünk a legtöbbet. De természetesen ugye azt, amit most csinálunk, azt nem 90-es években vagy a 2000-es évek elején kezdtük, hanem 2010-ben. A több lábon állást segítő üzlet legyen. Tehát, hogy segítse azt, hogy egy ember több lábon álljon. A munkavégzést gyorsan követő legyen a havi jövedelem. Tehát nem majd egyszer valamikor jöjjön a jövedelem, hanem elvégezte az ember a munkát, és megkapja érte a jövedelmet. A vevőkör épülhet idegenekre és ismeretségi körre is. Otthonról végezhető legyen. Ne kelljen hozzá iroda, üzlethelyiség, műhely vagy raktár, mert nyilván az pénzbe kerül. Legyen egy közös célja annak a szervezetnek, amivel együtt működik az ember, amivel az emberek együtt tudnak érteni. Egyet tudnak érteni. 19. Az üzletben dolgozók ne alkalmazottak legyenek, tehát nem alkalmazottak, tehát nem konkurenciák egymásnak, hanem üzlettársak. Tehát az üzletben dolgozók azok üzlettársaik legyenek egymásnak. Végül 20-as, az üzleti tevékenységbe ne fáradjon bele az ember, illetve ne rokkanjon bele. Körülnézel a világban, milyen üzletek vannak, nem találsz még egy olyan üzletet, ami ennek a 20 feltételnek megfelel. Csak egy ilyen üzlet van a bolygón, ezt úgy hívják, hogy PPH. Ez itt le is lett írva. Amennyiben nyitott vagy a világ legjobb üzletére, várunk szeretettel. A Hubertét ZRT a PPH üzleted eredményei után, tehát beszéljünk egy kicsit arról, hogy
Hogy jön a jövedelem? Hogy van ez? Jó? Hogy van ez az üzlet? Tehát a PPA üzleted eredményei után mit jelent az eredmény? Mennyi tanulót hozol? Oké? Tehát mennyi embernek ajánlod, abból mennyi lesz a tanuló. Mindenki van dolgozva, nem kell kitalálni semmit, hogy hogy kell mit hogy kell csinálni. Tehát az ajánlói piac legmagasabb jutalékát kínálja számodra, ugyanis a te szervezeteid tandíjából visszajutat a teljesítménytől függően, hogy mennyi a te teljesítményed, attól függően 25%-tól 77,6%-ig terjedő összeget. Tehát emlékeztél, mennyi a tandíj? Emlékszel? Első havi mennyi? 19.700 forint, így van. Abból 25%-tól 77,6%-ig illett téged, attól függően, hogy már mennyit tanulót szerveztél. Tehát milyen üzleti eredményeket értél el. Oké? De van a lánc. Az azt jelenti, hogy tőled kiindult egy lánc. Nem csak azáltal, hogy te szerveztél, hanem azáltal, hogy mindenki láncban van, és időrend és sorrendben csatlakoznak az emberek. Világos ez? Ezáltal neked van egy tőled kiindult lánc, ami lehet, hogy több ezer mély. Tehát több ezer ember van benne. Érted? Tehát ha például mondjuk, tudom, hogy 2 évvel ezelőtt regisztráltál, akkor már tuti, hogy 1000 fölötti a létszámod. Vagy több ezres már az a láncmélység. És abban a csoportban bizony vannak tanulók. És a csoportodban lévők tandíjából pedig, ha te szervezőként működsz, és vannak eredményeid, akkor visszajuttat a számodra olyan emberek tandíjából is, akiket nem te szerveztél. Visszajuttat 5%-tól 53%-ig terjedő összeget. Megint csak attól függően, hogy neked mekkora már a saját eredményed. Világos ez? Tehát ez egy rendszer, ki van dolgozva, ezt úgy hívják, hogy jutalékrendszer. Oké? Egy kidolgozott jutalékrendszer. A PPH vezetők, tehát mindenkinek van vezetője, aki itt a rendszerünkben van. Akkor is, ha már tanuló, akkor is, ha nem, bár ha még nem tanuló, akkor tanulóvá kell tenni, mert a vezetők akkor vezetik őket. A PPA vezetők segítségével viszonylag gyorsan képessé válsz 6, 7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelemre. Most gondold végig, ez azt jelenti, hogy mindenki, akit te szerveztél, akinek te ajánlottad a tanulást, illetve mindenki, aki láncban alattad van, az azt jelenti, hogy rendszeresen fizetik a tandíjat, és minden tandíj befizetésük után megkapod azokat a jutalékat, amit felül van. Oké? Okay? Nem csak az első havi befizetésük után. Nekem a legrégebbi tanulom 28 éve tanul itt, és én 28 éve kapok utána minden hónapban jutalékot. Világos ez? Házigazdáink hány éve vagytok itt? 6 éve vannak itt, 6 év óta mióta tanulok, minden tandíj befizetések után kapom a jutalékot. Világos ez? Ezt jelenti a passzív jövedelem. Te, ha dolgozol, mondjuk a munkahelyeden, és elmész, mondjuk nem dolgozol, akkor is kapsz jövedelmet. Ha mondjuk hosszabb ideig, persze még szabadságon vagy, addig igen, de mondjuk elejárt a szabadságod és nem dolgozol tovább, akkor is kapsz jövedelmet? Nem. Érted?
Tehát a házigazdáink után 6 éve kapom a passzív jövedelmet. Világos ez? Tehát így el tudod érni a 8 vagy annál még több jövedelmet. Hát tényleg. Hát most gondold végig, 320 millió olyan emberre lenne szükség itt a bolygón, akik vezetnek embereket és tanítanak embereket. És a bolygónak 80%-a szociális ember, 20%-a antiszociális, az antiszociálisok azok ki vannak csukva, jó, maradjunk ennyibe, a szociális ember akkor is 6,4 milliárd. Tehát 6,4 milliárd bejuthatna az aranykorba. És elindulhatna az olyan fejlődés útján, ahol nincs elnyomás. Érted? És ezáltal visszajuthatnának, mint lélek, oda, honnan jöttek, illetve ha akarnának, szabad akaratukból születhetnének le. Oké? Csak mondom, hogy a Földre úgy is jönnek lelkek, kevesen viszonylag, hogy felnőtt testet öltve. Tehát nem leszületett lényként, jó? Ez nem UFO, meg nem utópia, jó? Meg ez nem fantasztikus dolog, érted? Ez nem. Tehát az azt jelenti, hogy tudnak olyat csinálni a fentiek, hogy létrehoznak egy testet, felnevelik a testet, és utána ültetik bele a lelket. Világos ez? És utána leküldik űrhajóval. Elvégzi a dolgát, utána pedig távozik a bolygóról. Ez nem filmből vett teória, oké? Okay? Tudom, hogy így működik. Jó? De hát a legtöbb ember, aki lejön, az anya szülte. Jó? És ezért ugye nem emlékszünk az előző életünkre, mert törölni kell a tudást, mert különben megőrülnél egy babatestben, avval a tudással is, ami most van. Most képzeld el, mikor neked van egy valószínűleg több milliárd éves lelked, akkor azzal a tudással képzeld el, leszületnél egy anyába. Úgy megőrülnél szó szerint. Nem csak te, mindnyájan. Beleőrülnél. A jutalékot a jogszabályoknak megfelelően felhasználhatod a rendezvényekre, illetve felveheted. Van 25 nagy témánk. Jó, etika coach, eredményes tanulás coach, van hozzá egy leírás is, de azt nem olvasom fel. Önismeret coach, vérmérséklet coach, hangulatjavító coach, személyiségfejlesztő coach, elnyomásfeloldó coach, önbizalomteremtő coach, szeretetteremtő coach, párkapcsolat coach, gyereknevelés coach, egészségteremtő coach, boldogságteremtő coach, célmegvalósító coach, kommunikációs coach, emberi bánásmód coach, hatékonyság coach, növekedés coach, leszoktató coach, pénzteremtő coach, szervezetvezető coach, probléma megoldó coach, sikerteremtő coach, életszervező coach, marketing coach, konfliktusfeloldó coach. Ez 25 téma volt. Egy sem egy hónap, mind több hónapos képzés. A mai témánk, ugye ez már a 5. hónapos téma. Traumakezelés, gyermeknevelés coach. Akik a Nyílt Akadémiánál nálunk, tehát nálunk tanulnak, és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az életüket, és eljutni a szeretett korszakba, az aranykorba. Volt lehetne példákat hozni arra, hogy mennyit lehet vele keresni? Jó, de hadd ne hozza példát, hoppá, egy kicsit tovább szaladt. Itt is. Tehát most gondold végig,
ha minden második hónapban, tehát mit tudom, mondjuk az első hónapban vagytok ketten, két hónap múlva, vagy első hónapban vagy egyedül, két hónap múlva ketten, utána megint két hónap múlva négyen, utána megint két hónap múlva nyolcan. Ha ezt végignézzük, megint nem látunk meg kicsi, akkor a 24. hónapban a jutalékod az 33.792.000 forint per hó. És így négy év alatt lenne szeretett korszak a bolygón. Tehát négy év alatt. Oké? Az idő fogy, azt mondja, hogy 13 éve foglalkozunk vele, hogy legyen szeretett korszak a bolygón, még van 12 évünk. És a felén nem vagyunk túl létszámba. Oké? Mert ugye beszéltem arról, hogy akik a rendszerben részt vesznek, az kb. 50 ezer fő. No szóval, ennyi volt a bemutató rész, köszönöm szépen a figyelmedet, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a nagyszerű képzést. Azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert 2017-ben, novemberében találkoztam az interneten Szedlacsik Miklós előadásával, aminek az volt a címe, hogy magyarok szerepe az aranykorban. Mikor meghallottam, vagy végignéztem ezt az előadást, valami elindult bennem, mert egyből, tehát mikor megnéztem, utána egyből elhatároztam, hogy én itt fogok tanulni, mert olyan dolgokról beszélt Szedlacsik Miklós, ami úgy éreztem, hogy ez nekem is kötelességem, meg feladatom is. Amikor elkezdtünk tanulni a Nyílt Akadémiánál, vagyis még nem is kezdtünk el tanulni, hanem olyan lelkesen meséltem barátainknak, hogy mit találtam az interneten, hogy ők is, tehát még nem kezdtünk el tanulni, de ők is azt mondták, hogy ők is szeretnék ezt, tehát ők is velünk tartanak. És tulajdonképpen így indult el a mi tanulásunk. Pedig sokan vannak olyanok, akik tehát úgy gondolják, hogy ha valakit valamilyen üzlettel megszólítanak, az egy negatív dolog, vagy tehát, hogy így viszonyognak tőle, mert valószínű, hogy korábban az életükben olyan üzletekben vettek részt, ahol átverték őket, és ebből kifolyólag ilyen negatív megtapasztalásaik voltak. Hát nekünk is voltak ilyen megtapasztalásaink, és ezért a fentiek, mivel semmi nem történik véletlenül, nekünk segítettek abban, hogy egyből lettek tanulóink, és így a kötelességünket teljesítve, vagy a feladatunkat teljesítve már nem tehettük meg azt, hogy nem ajánljuk tovább ezt az lehetőséget. És meg szeretném kérdezni, hogy akik itt vannak, tanulók, hozzánk tartoznak, hogy mennyit változott azóta az életük? Tehát, hogy gyökeres változás történt azóta az életükben? Igen. És szerintem ennél nagyobb boldogságot nem tudok elképzelni, mikor valakire úgy tudsz hatni, hogy utána ő neki, vagy a családjának olyan mértékben változik meg az élete, vagy annyival boldogabban élnek, hogy ezt korábban el se tudta képzelni. Tehát mert lehet, hogy se a családjában, se a környezetében nem látott olyan működést. És Szedlacsik Miklós ezt
elhozta nekünk, tehát nagyon hálás vagyok érte, hogy, hogy személyében egy olyan embert ismerhettem meg, aki nem csak az én példaképem mi, hanem szerintem itt nagyon-nagyon sokunknak a példaképévé vált azáltal, hogy olyan utat mutatott nekünk a becsület, tisztesség, etika területén, amiről szerintem korábban nem hallottunk. És tehát nagyon fantasztikus érzés azt látni, hogy a csoportunkban lévő embereknek hogy változik az élete, és ő családjuknak, meg hát nem csak a mi csoportunkban, hanem minden csoportban ezt látjuk és tapasztaljuk, hogy amikor ide jönnek tanulni, tele vannak problémával, szorongással, és a tanulás hatására is, hogy beépítik azokat, amiket itt tanulunk a Nyílt Akadémián, azt a tudást beépítik az életükbe. Látszik az arcukon, hogy kezdenek kisimulni, egyre boldogabbá válnak, mosolyognak, és amikor csillog a szemük, veszem a szót, jó? Én is nagyon köszönöm Szedlacsik Miklósnak ezt az előadást. Kicsit jegyzeteltem közben. Ez talán Jacintnak, amit mondott, ahhoz kapcsolódik. Amikor szoktam emberekkel beszélni, és ugye ebbe bemutatóba szerepel az, hogy ennek a képzésnek havonta a piaci értéke 200 ezer forint. Ezen így szoktam mosolyogni, illetve mondani is szoktam azoknak az embereknek, akikkel beszélgetünk, hogy hát azt gondolom, hogy ez ide le van írva számként, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez felbecsülhetetlen. Az a tudás, azok a módszerek, amiket itt kapunk, mert ugye, ahogy mondta Jacint, hogy ahogy változnak az emberek, mi magunk, ahogy változunk a csoportunkban, itt a PPH-nál az emberek, ahogy változnak, ahogy egyre jobb emberré válnak. Mert ez a lényege, hogy folyamatosan egyre jobb emberré válunk. Hogy rendbe jönnek a kapcsolataink. Most kérhetném, hogy tegyétek fel a kezeteket azok, akiknél a családba, de nem csak a szűk családba, hanem mondjuk a rokonságba. Tehát, hogy mindenkinek, mindenkivel teljesen jó a kapcsolata és harmonikus. Van ilyen? Mert tudjátok, nem látok egy kezet se. Tehát, hogy nincs ilyen. És mi is úgy voltunk, hogy amikor ide jöttünk, ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon nem voltak rendben. És ahogy haladunk előre, ugye most már 6 éve tanulunk itt, ahogy haladunk előre, ezek a kapcsolatok szépen rendbe jönnek. És azt látjuk, hogy akik előtte így teljesen elutasítottak minket, amit mondtunk, milyen UFO-nak vagy fekete báránynak tartottak minket a családba. És most felénk fordulnak, kérik a véleményünket, kérik a tanácsunkat, látjuk, hogy elkezdenek követni minket. És ugye ez nyilván azt jelenti, hogy valamit jól csinálunk. És ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, mert ugye az mindenkinek csodálatos, amikor a körülötte levő emberek, főleg akik a szeretteik, akik a legközelebb vannak hozzájuk, hogy azokkal jó a kapcsolat, és szeretnek együtt lenni, és nem úgy egy családi összejövetel, nem úgy jön létre, hogy ja, jó van, kibírom, aztán majd hazamegy mindenki, hanem örömmel várjuk azt a találkozást, és azt az együtt töltött időt, azt örömmel töltjük el, és várjuk ezeket a találkozásokat. De ez úgy nem működik, hogyha nincs hozzá tudásunk, ha nem értjük a másik embert, hogyha haragot tartunk,
És én azt gondolom, hogy itt ennek a tudásnak a legnagyobb hozadéka, ez csúnya szó, nem, hogy az, hogy megtanít minket arra, hogy elfogadóak legyünk, hogy tudjunk feltétel nélkül szeretni, feltétel nélkül elfogadni másokat. És ahogy látják rajtunk, az egy jó példa, egy jó minta, hogy bárki ezáltal a tudás által, ezt bárki el tudja sajátítani. Hát nem, ezek nem ilyen eltitkolt tudás, de nem olyan tudás, amit ne lehetne megtanulni, elsajátítani, és ne lehetne az életünkbe beépíteni, és folyamatosan használni, és ezáltal tényleg folyamatosan egyre jobb emberré válni. És hogyha, ahogy Szedlacsik Miklós is mondta, hogy ha olyan csodálatos dolog történne, hogy mi olyan jól tesszük a dolgunkat, hogy eljutnánk ahhoz a 6,4 milliárd emberhez, akkor itt a Földön egy csodálatos aranykor lenne. És azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy mi ezt azért csináljuk, mert mi hiszünk ebben. Hogy ez meg fog valósulni, és azokról tudok nyilatkozni, akik a csapatunkban vannak, mert őket ismerjük szorosabban, és nagyon büszkék is vagyunk rájuk, hogy ők olyan emberek, tehát ők ugyanúgy, ahogy mi, ők is hisznek ebben, és szívesen tesznek azért, és velünk együtt munkálkodnak ezen, hogy egyre többen legyünk, és egyre többen jöjjenek ide tanulni, hogy egyre jobb emberré válhassanak. És a csapatban is egyre többen vannak, akik már nem csak tanulnak, hanem ajánlják tovább ezt a lehetőséget. Ugyanis tényleg ez a világon egyedülálló lehetőség, mert ilyen nincs a Földön, hogy valaki megpróbált volna egy szeretet alapú társadalmat létrehozni, ahol nem anyagi érdekek miatt, mert ugye rengeteg közösség van a Földön, ahol anyagi érdekek miatt van összefonódás, vagy érdekből segítik egymást. Tehát ez egy olyan fantasztikus üzleti lehetőség, ahol neked nem anyagi érdekből, hanem hogy egyre jobb emberek legyenek, hogy segíted az üzlettársaidat, és tehát mivel egyre jobb lesz az üzlettársaiddal a kapcsolat, a tanulókkal a kapcsolat, egy idő múlva, tehát egyre többen leszünk, és meg fog valósulni ez az aranykor. Én is azt javaslom, hogy csatlakozz hozzánk. Hogyha leosztod ezt a havi 12.500 forintos tandíjat, ez 420 forint óránként, mert ugye 30 órát tartalmaz, 420 forintért ma már egy gombóc fagylaltot sem lehet kapni. Ha a gyerekünket korepetálásra iratjuk, ott a legalsó, szerintem 3.000-3.500 forint egy óra, egy korepetálásért, amit nem fog tudni az életében, nem biztos, hogy fog tudni használni. Itt pedig olyan tudás van, amit tudunk használni az életünkben. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, akkor a személyes részvételed esetén, most egyszer betekinthetsz a szünet után a következő coachképzésünkben is, tehát a szünet után gyereknevelés, traumakezelés coachképzésünk lesz, amelyen, hogyha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik, és utána várunk benneteket szeretettel újra itt.